Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens dolgokat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A műsor második felében pedig egy az adott témában ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a gyermekkori abúzus pszichológiai hatásairól fogunk beszélgetni. Mindenekelőtt Kovács Orsolya pszichológus, integratív hipnoterapeuta segítségével. Ő következik. Mit értünk pontosan abúzus alatt? Abúzusnak nevezhetünk olyan bántalmazást, ami érzelmi, fizikai vagy szexuális síkon következik be egy gyermek életében, vagy egy felnőttében is. A szexuális abúzus az mikor minősül egyértelműen abúzusnak? Ez több szempontból érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, mert legtöbben csak azt nevezik ennek a köznyelvben vagy a közéletben, hogyha arról van szó, hogy valakinél behatolás történik. Ennél sokkal komplexebb jelenségről van szó, tehát már egy olyan szexuális légkör teremtésével abuzálni lehet egy gyermeket, amiben nem az ő korának megfelelően beszélnek akár szexualitásról, akár csak ennek a perem részeiről, testről, igényekről, de belengi ezt egy ilyen szexuális légkör. Ez már mélyebbre ható és messzebbre ható következményekkel járhat? Így van, hiszen a legtöbb esetben arról van szó, hogy hatalmi fölényben van a gyermekhez képest ez a másik személy, hiszen felnőtt ő van a felelősség tudatában, míg a gyermek lehet, hogy azt sem tudja, hogy mibe van benne, így aztán nem is tudna rá nemet mondani, mert hogy nem érti, hogy még mi történik körülötte. Az hol dől el, hogy ez abúzusnak számít-e? Lehet, hogy teljesen csacska a felvetés, de a két hasonló gyerekkel ugyanaz megtörténik, beszéljünk csak arról, hogy szexuális légkör alakul ki. Az kódolt, hogy mindkettő sérül, vagy ez azért alkati kérdés is, hogy egyiket jobban, míg a másikat kevésbé nyomorítja meg? Ez az egyik legfontosabb kérdés, amit most feltettél, ugyanis nagyon különböző módon hathatnak hatások a gyerekekre, hiszen ők nagyon különböznek abban, hogy hogyan nevelkedtek, hogy milyen a személyiségük, hogy milyen genetikai húzalozásúak, így aztán másként reagálnak egy-egy impulzusra is. Tehát minden esetben káros az ilyen típusú viselkedés, de azt, hogy azt az adott gyermek mennyire hosszasan és milyen mértékben fogja megszenvedni, az viszont már kifejezetten függ ezektől a kérdésektől, hogy ő alkatilag, ahogy fogalmaztál, milyen típusú személy, és még valamitől nagyon függ, attól, hogy a környezetében mennyi segítséget, mennyire támogató közeget tapasztal meg. Menet közben, tehát a trauma idején, vagy a későbbiek mind folyamán? Mind a kettő számít, sőt, már az előzmények is számítanak, hogy ő egy alapvetően biztonságos családi légkörben nevelkedik, hogy a szűkebb és a tágabb környezetében is támogatják, szeretve van, elfogadásban van, melegségben van, hogy a trauma során, vagy azt követően, hogyan közelítik, hogyan próbálnak meg neki segíteni, mennyire van, és érzi magát biztonságban, ez mind-mind meghatározza, hogy milyen lesz a későbbi kimenet. A legtöbbször a gyerekek kamaszkor elején szokták felismerni, hogy mi történt velük. Miért akkor? Egész egyszerűen akkor lesz annyira komplex kép a világról, hogy átlássák, hogy mi történhetett, illetve még a gyermekkori amnézia is hátráltathatja ezt a folyamatot. Tehát, vagyis, hogy törlődik. Hogy törlődik, ami nagyon sokszor egy védekezési mechanizmus is, mert nem bírná el a gyermek azt a érzelmi súlyt, amit egy ilyen nehéz és káros esemény hozna rá, és ezért aztán ezt úgy is hívjuk, hogy mondjuk diszociál, ami azt jelenti, hogy leválassza magáról ezt az élményt. De te tulajdonképpen azt mondod, ha jól sejtem, hogy 100-ból 100 esetben hagy valamilyen nyomot.
hagy nyomot, teljes mértékben hagy nyomot, de az, hogy ez mennyire lesz kihatással, rövid vagy hosszú távon az ember életére, kapcsolataira, mentális, fizikai jólétére, viselkedésére, az már nagyon sok tényezőtől függ. Az is lehet, hogy ő maga szexuális légkör teremt már maga körül. Kisgyerekként is? Kisgyerekként is, tehát egy bizonyos mértékig például az hogy a gyermek maszturbál, teljesen természetes. Ez gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a gyerek meg tudja fogni a saját nemi szerveit, vagy a különböző részeit a testének, vagy hogy érdekli, amikor észreveszi a szülőnek egy testrészét, vagy a testvérét. Ez egy természetes felfedezés, egy kíváncsiság, ami jót is tesz. Abban az esetben viszont, hogyha ez szinte ilyen kényszeres, túl gyakran történik, nem terelhető el róla a gyerek figyelme, akkor már érdemes felkapni a fejünket, hogy ez miről szólhat, hogy történik valami érzelmileg nehéz dolog a családban, amit így vezet le a gyermek, de szólhat arról is, hogy valamilyen abúzus történt, és ezt játsza le, ennek a tüneteit mutatja a gyermek. Ilyen lehet az is például, hogyha pornográf tartalmakat látott meg, vagy a szüleit látta meg esetleg szexuális aktus közben, amit még nem tud hova tenni magában. Tehát az azért még nem számít abúzusnak, ugye? Az nem számít abúzusnak. De mi a különbség egyébként? Tehát lát egy illetlen dolgot, amit neki még nem kellett volna látni, és mondjuk a szülei nem feltétlenül azt gondolták, hogy ezt neki szánják, sőt, egész biztos, hogy nem neki szánták, ő mégis részese volt ennek, akaratán kívül. A szándékosság például nagyon fontos az elkövető oldaláról, hogy ő ki használta-e, eszközként akarta-e használni a gyermeket az ő saját szexuális igényei kielégítésére. Úgy ugye ebben az esetben véletlenről van szó, de az már egy bántalmazás, hogyha ez mondjuk az történik, hogy a szülők nem figyelnek oda eléggé, és most nem arról van szó, amikor egyszer véletlenül benyit a gyerek, miközben anya meg apa összebújik, hanem arról van szó, hogyha rendszeresen kiteszik olyan képeknek, olyan eseményeknek, amiben ez találkozik a gyermek, hiszen ott már elmulasztottak rá figyelni, tehát veszélyeztették, és ez ugyanúgy bántalmazásnak számít. Ugye nagyjából egész évben még én is meg tudom határozni, noha még nincs gyerekem, hogy mi az az egészséges csomag, amit a gyereknek meg kell kapnia a szüleitől. Az az elfogadás, az, hogy biztonságérzete legyen, hogy szeressék. Amikor ez nincs, vagy ha éri őt egy trauma és egy abúzus, mitől fosztatik meg? Tehát az ő személyiségében ez milyen hatásmechanizmusokat kelt életre? Kicsit távolabbról indítanék. Van egy olyan fogalmunk, amit úgy nevezzünk, hogy gyerekkori ártalmas tapasztalatok. De ebbe a kategóriába sorolhatunk olyan tényezőket, amik egy gyermekkel megtörténhetnek gyerekkorában, és nem tesznek jót a pszichés, fizikai és mentális fejlődésének. Ilyen lehet mondjuk az, hogy ha az egyik szülő szerhasználó, alkoholista, drogozik, szerencsejáték, játékozik. Ilyen az, hogyha valamelyik számára fontos kötődési személy meghal, elveszíti. Ilyen az, hogyha börtönviselt valamelyik szülő. Ilyen lehet mondjuk egy olyan válás is, ami elfajul, amiben a gyerek szempontjai nincsenek érvényesítve. És ide tartozik minden, szexuális, fizikai és érzelmi bántalmazás is. Amikor a gyermek egy ilyen közegben nő fel, akkor többféle reakciót adhat erre viselkedésre. Is, meg abban is, hogy hogyan működik. És ebből egy típusú reakció, amikor traumatizálódik. Mit mond ez, hogy nem minden esetben vezet egy gyerekkori ártalmas tapasztalat, vagy egy trauma ahhoz, hogy ez a gyerek traumatizálódjon. Viszont abban az esetben, amikor igen, akkor az azért is veszélyes, mert mondjuk hozzáadódik, hogy itt visszatérjek a kérdésedre, az, hogy mondjuk nem élte meg a szülei részéről azt a fajta elfogadás, szeretetet, melegséget, ami olyan, mint egy töltőanyag minden gyerek számára. Olyankor mi történik? Ez önbizalom hiánnyal jár, szakadatlan szorongással, pánikrohamokkal, manipulatív készséggel, vagy személyiségzavar
hoz vezet egyértelműen. Nagyon sok irányba mehet el ezen a ponton, hogy mi történik az adott gyermekkel. Vannak elképesztő módon reziliens gyerekek. Én a gyerekvédelmi területen dolgozva, gyerek otthonban és lakás otthonokban is találkozom olyan gyerekekkel, akik elképesztő ügyesen kapcsolódnak, nagyon jól tudnak alkalmazkodni helyzetekben, szeretnek kötődni, tehát annak ellenére, hogy legalább kiemelték őket egy olyan családból, ami nem működött, hogy végigmentek egy olyan procedúrán, ami fájdalmas volt, utána be kellett egy teljesen új világba illeszkedniük, mégis tudnak működni, mert ahogy mondtad, egy olyan ellenálló képesség van bennük, aminek köszönhetően képesek jól dolgozni. De ez genetika, ha jól sejtem. Ez is több különböző dologtól függ, és nagyon fontos, hogy ezeket ne is próbáljuk meg leegyszerűsíteni, mert hogy nem értjük meg azt a komplexitást, azt a bonyolultságot, ami minden vezet ahhoz, hogy mi a végeredmény. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sok tényezős dolog, nem olyan, mint egy matematika, egy ilyen több tényezős, vagy több változós matematika egyenlet, hogy ha minden egyes tényezőt megértek belőle, akkor megszületik az eredmény, hanem itt rengeteg faktor van. De ami biztos, hogy van az is, hogy nagyon, ezt úgy hívjuk, hogy neuroplasztikusság, tehát ez a gyermek nem csak elszenvedni tud valamit, ami a számára rossz, de az agyunk egy annyira plasztikus szerkezet, hogy képes a későbbiekben is helyre mozdítani olyan dolgokat, amik eredetileg esetleg a fejlődés szenzitív, azaz ilyen érzékeny periódusaiban nem a megfelelő pályán indultak el. Különböző kimenetelei lehetnek mondjuk egy gyerekkorban átért szexuális traumák, ami szintén nem mindegy, hogy egy egyszeri történetről van szó, vagy éveken keresztül egy hozzá közeli szemétől szenvedte el ezt a behatást. Gondolom a sorozatos és szakadatlan elkövetés sokkal drasztikusabb következményekkel jár. Ez így van. Hiszen minél egyrészt közelebbi szemétől szenvedi el, annál inkább inog meg az a bizalom, az emberekbe vetett alapvető hit, meg a világba vetett hit, hogy a világ jó, és nekem biztonságos, és helyen van benne. Úgyhogy egy olyan szeretett személy követi el, aki az én egyúttal mondjuk gondviselőm is, vagy közel van a családhoz, akkor ez az alapvető bizalom is megsérül, és a világban sem tudok már hinni. Felnőttként sem. Illetve nagyon komoly belső munkát kell beletenni abba, hogy ez aztán át tudjon alakulni. Úgy is mondhatnám, hogy egy metaforával éljek, olyan, mint hogyha elindulnánk egy futóversenyen, és az, aki cipel egy ilyen múltat, még rá van kötve annyi kő nagyjából így a lábához, amennyire elhúzódó és nehéz volt mindez a hatás, ami őt érte. És ő is fel tud zárkozni, de sokkal keményebben kell edzenie, hogy oda tudjon érni a célba. Az egész szexuális abúzus légköre egy ilyen rejtőzést, rejtettséget szokott magában hordozni, ettől ilyen toxikus ez a dinamika, azért mérgező, mert sokszor az elkövető arra kéri a gyermeket, hogy rejtse el, hallgasson róla, hogy ne derüljön ki. És ezzel megteremti a hazugság, a titkoknak a légkörét. Ez válik ismerőssé a gyermek számára, aki ettől szenved, hiszen szégyent él meg, bűntudatot él meg, lehet, hogy még félti is esetleg a családtagjait attól, hogy aggódjanak miatta, ha ez kiderül, vagy önmagát félti, hogy ő neki nem fognak hinni. Tehát sok különböző verzió lehet, de ez mind-mind azt hozza létre, hogy egy mély bizalomvesztés van, és hogyha ő már felnőtt, intim, mély kapcsolatokat szeretne kielégíteni, akkor ezt úgy hívjuk, hogy mi lesz az ő munkamodellje egy másik emberrel való működésben, az, hogy esetleg ott is becsaphatják, lehet, hogy ott is rejtőzködni fog, vagy titkolózni fog. És ezt akkor tudja feloldani, hogyha ezt esetleg felismeri magában, és elkezd ezen dolgozni, hogy ez most lehet, hogy tényleg egy olyan személy, akiben bízhatok, aki előtt megmutathatom magam, aki előtt felvállalhatom azt is, hogy mondjuk ez történt velem. De jobbára az a jellemző, hogy ezek az emberek félnek a sérüléstől, és ezért az egész személy intimitást dimenziójában és térfogatában kevésbé tudják átélni, illetve kibontakoztatni?
sérülékenységük miatt megfigyelhető lehet például az, hogy nem mernek túl közeli kapcsolódásba kerülni valakivel, de ezt több módon is el lehet érni, úgyis, hogy mondjuk nagyon távolságtartó vagyok, nem osztok meg igazán mély dolgokat magamról, fontos érzelmi dolgokat magamról, de úgyis el lehet érni, hogy mondjuk túl ragaszkodós vagyok, túl kapaszkodós vagyok, és mondjuk az, hogy már ez a másiknak sok lesz, és emiatt távolít el, de ugye a végeredmény hasonló, tehát, hogy nem leszek igazán közel egy meghitt kapcsolatban a másikkal. Tehát, hogyha ezt meg tudom érteni, hogy én ezt hogy hozom létre ezt a helyzetet a saját sérüléseim miatt, és türelmes vagyok magamhoz, meg egy ilyen biztonságosan kötődő társam is van, akkor ezzel ez folyamatosan oldódhat, és közelíthetünk egymáshoz. Kigyűjtve pár jellemző mondatot, amelyet áldozatok mondtak a későbbiek során, nekem, ami igazán szemet szúrt, és főjegyzése méltónak találtam, az, hogy a környezet szinte mindig a későbbiek során megpróbálja ezt vagy nem tudomásul venni, vagy megpróbál úgy csinálni, mintha ő nem lett volna ott, nem tudhatott róla, de legrosszabb esetben bagatellizálja mindezt. Ennek mi az oka? Nem akar szembesülni a saját egykori részvétlenségével és bűrészességével? Felelősség felvállalása egy rendkívül megterhelő mechanizmus a legtöbbeknek, tehát hogy ezt elismerni, hogy én tehettem volna valamit, és mégsem tettem, azt elképesztő nehéz lehet. Olyan önvizsgálatra késztetne minket, amit nagyon sokan egyszerűen akkora feszültséget teremt és frusztrációt, hogy meg sem mernek lépni. Mit csinál ilyenkor az ember? Védekezési mechanizmusból tagad. Tagad, hasít, torzít, tehát pont azért, hogy ezzel a nagy teherrel ne találja szemben magát, akár azon az áron, hogy ezzel a túlélőnek, az erőszak túlélőjének rosszabbítja a lelkiállapotát, de inkább távol marad ettől, mert ő nem bírja el. Tudom, hogy nagyon általános a kérdés, és minden eset más, de szerinted, és kíváncsi vagyok a te megfigyeléseidre, azért az esetek igen jelentős részében a mikrokörnyezet, ha visszapörgeti, azért tetten tudja érni a saját felelősségét. Csak nem akar ezzel szembesülni, ugye? Tehát legbelül azért sejtette, vagy sejti, hogy valami furcsaság, vagy rendellenesség azért fennállt. Ha én most olyan esetekre gondolok, akikkel konkrétan találkoztam, akkor találni köztük olyat, aki pontosan tisztában volt vele, hogy ő csinálja ezt. Tehát, hogy mondjuk a nagyszülők, akik a lányunok a fölött olyan szexuális tartalmakat vitattak meg, aminek muszáj volt a tudatában lenniük, hogy az elképesztően ártalmas. De vannak nagyon naív, ártatlan lelkű szülők is, akik egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy egy gyermeket mennyi borzalom érhet, és mondjuk örültek neki, hogy a gyermekük a szomszéd bácsival, vagy az edzővel tölt egy kis időt, de az, hogy abban az időben mi történik, azt nem is feltételezték. A műsor későbbi részében beszélünk részletesen arról, hogy milyen következményei lehetnek mindennek, és ezt adatokkal igyekszünk majd alátámasztani. De arra kérnének, hogy pár evidenciát, vagy annak a lelki mechanizmusát azért próbáljuk megvillantani. Például áldozatokról beszélek, ha férfi az áldozat, gyakrabban követnek el önmaguk is fizikai erőszakot. Igen, valóban a kutatások mentén ez már elég alátámasztottnak tűnik, hogy egész egyszerűen, ha nincs feldolgozva az a szexuális abúzus, ami egy férfival történt, akkor nem tud ezzel mit kezdeni, egy iszonyú belső feszültség, frusztráció van benne. És nagyon sokszor sajnos ez oda vezet, hogy ő maga is elkövetővé válik. Nem minden esetben, ezt nagyon fontos kijelenteni, mielőtt esetleg mindenki már elégetné azokat a férfiakat, akik maguk is elszenvedtek valami hasonlót. Meg én azért azt is kiemelném, hogy még itt nagyon sok kutatásra van szükség, mert amennyiben eleve bűnelkövetőket vizsgálunk, ott felülreprezentált, tehát többen lesznek azoknak a száma, akik esetleg a múltjukban már találkoztak szexuális abúzussal. De ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki abuzálva volt gyerekként, az ő maga is elkövetővé válik. Azt olvastuk, hogy a nőknél gyakrabban alakul ki ilyen esetben valamilyen fizikai, de inkább mentális betegség. Ez miért van? Van erre nézve valami egyértelmű, exakt magyarázat?
A nők esetén a szorongásos zavarok kialakulása így gyakoribb szokott lenni ilyen traumatikus hatásokra. Azért itt is hozzátenném azt, hogy nem mindegy, hogy mit és hogyan mérünk, mert előfordulhat, hogy a férfiak nem merik bevallani, sokkal kevésbé merik bevallani, nem csak azt, hogy mi történt velük, hanem hogy ez aztán a későbbiekben milyen tünetekhez vezet, mert a nagyon maszkulin társadalmakban férfiasságnak a gyengeséget szimbolizálná, hogyha szoronganá, ha panaszkodna, ha erre utaló jeleket mondana el, úgyhogy meg is tanulják, hogy inkább ne tegyék. De van arra nézve valami exakt összefüggés, hogy nem tudom én, történik valami az agyban egy ilyen esetben? Tehát még adott esetben az idegpályák működésében is hagy valami kétségbe vonhatatlan és félreérthetetlen nyomot? Igen, tehát ez biológia és kémia egyaránt működik. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy gyermek fejlődésében nagyon meghatározó periódusok vannak, olyan időszakok, amikor valamelyik agyi terület kialakul, amikor meghatározódik, hogy hogyan fogunk a minket érő stresszre reagálni. Ez olyan, mint egy szivacs? Tehát, hogyha az ember ezt tapasztalta meg, és ez lett a kódja, vagy a nyelve, vagy te használtad ezt a kifejezést, ez ismerős számára, akkor a felnőtt kor során ugyanezeket a sémákat hívja elő öntudatlanul, mert hogy az agy ezt a mechanizmus sugározza felé? Igen, de az egy fontos tényező itt, hogy amikor ér minket valamilyen nagyon nehéz hatás, akkor ha ez egy rövid ideig ér minket, akkor adunk rá egy olyan reakciót, hogy egy ideig szorongunk, egy ideig félelmi reakcióink vannak, megnövelkedik a kortizol szintünk, de aztán visszaáll. Na most, ha valaki huzamos ideig van ennek kitéve, az már olyan toxikus stressz hatás, amit nem tudunk így kezelni, tehát már nem tud visszaállni az agyunk erre az alapmechanizmusra, és ezért változások állnak be abban, hogy milyen kémiai anyagok és milyen idegpályák működnek, és ezek tudják átalakítani, hogy milyen reakciókat adunk, főleg például itt a prefrontális kortexből, ami a érzelemszabályozásban egy nagyon fontos szerepet tölt be. Magyarán, hogy mennyire tudjuk az érzéseinket befolyásolni különbözően nehéz helyzetekben, az nagyban meghatározódik, hogy ilyenkor milyen módon reagáltunk. Ugye ezért is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a szülőktől, meg a környezettől, meg a családtól milyen hatások érnek minket, mert ők jó példát mutatnak abban, hogy hogyan lehet elbírni az érzelmileg terhes szituációkat. Ha meg tudnak minket vigasztalni, meg tudnak nyugtatni, akkor ezt az érzelemszabályozást részben ők végzik, és segítenek nekünk is megtanulni. Na most ez egy elhanyagoló szülői környezet. Hogyha a gyerek nem kapja meg az azonnali segítést szakemberektől, családtól, barátoktól, akkor ugye nem tud megtörténni ez a szabályozás, nem tudnak kialakulni olyan hasznos stratégiák, amivel képes lenne saját magát megnyugtatni. És ez aztán később felnőtt korban már sokkal kisebb stressz hatására beindult. Tehát én ugyanúgy adok egy nagyon szélsőséges érzelmi reakciót. Milyen reakciót? Mik a gyakoriak? Két irány van. Van, aki befelé fordítja ugye a frusztrációt, és akkor a szorongás, a depresszió, a pánik, betegség lesz az az irány, amiben el fog ez mozdulni. De olyan is van, akinél ez kifelé áramlik, és ebben az esetben impulzivitás, agresszió lesz az a mások felé valamilyen bántás. És hát még ott van a szerhasználat, mint egy nagy kupac. Tehát, az miért? Csak két mondatban mondjuk el, tudom, hogy az más téma, de azért ez kéz a kézben jár, mint utána olvastam. Egész egyszerűen azt az elképesztő belső feszültséget, ürességet meg szeretne tőle szabadulni az ember, mert nem bírja elvinni. És akkor a kezébe kerül valamelyik alkohol vagy drog, és akkor hirtelen minden úgy tűnik, hogy most nincs itt ez a gond, most nem fáj annyira, és ettől a belső fájdalomtól azért nagyon igyekszik menekülni egy ilyen hátterű ember. Mert hogy kicsit álnaív a kérdés, de ez egy folyamatos belső fájdalommal jár a felnőtt korban is?
hát egy nagyon komoly frusztrációval, hogy ez mennyire tudatos, az természetesen itt is eltérő. De hogy azért ez egy nagyon nagy teher, amit az embernek cipelnie kell, és az is teher, hogyha ezt elnyomjuk. Tehát, hogyha állandóan egy olyan állapotban vagyunk, mert nem mentünk el terápiába, még nem kezdtünk ezzel valamit saját magunk, akkor előfordulhat, hogy elnyomjuk ezeket az érzéseket. De ugye ez is belül attól még jelen van. Hova tudja tenni ezt egy ember, ha megdolgozza, ez az agynak egy meghatározott részébe kerül, folyamatosan ott van, csak annak a jeladásait már tudja szabályozni és le tudja tekerni, vagy lehet ezt bármilyen szinten is közömbösíteni és semlegesíteni, még egy jól sikerült folyamatos terápia során is? Lehet semlegesíteni, lehet egyensúlyt találni. Ez egy nagyon komoly belső munka, megteremteni, hogy hol van ennek a mi saját életünk történetében helye. Tehát ennek a történetnek hogy befolyásolta azt, ahogy mi változtunk, ahogy mi fejlődtünk. Lehet, hogy ennek van egy pályája, hogy ez egy ideig meggátolta, hogy kibontsuk azt, ami bennünk van, megakadályozta, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból. De utána elkezdtünk vele foglalkozni, felmertük tárni magunknak, bemertük vonni a szeretteinket, esetleg számon mertünk kérni azt, akit szerettünk volna számon kérni. Tehát ha megtaláltuk ennek az útját magunkban, akkor gazdagodhatunk belőle, tehát megérthetjük, hogy ez hogy tett minket azzá, akikké váltunk. Ez a történetünknek egy szerves része lesz, és innentől kezdve mondhatjuk, hogy már a helyén van, már valahogy megtaláltuk ennek az útját a történetünkben. De tényleg a helyére tud kerülni? Tehát ki tudjuk mi ezt a saját, nem tudom én, vérkeringésünkből csúnya szóval élve tenni, vagy onnan fakasztani, vagy van az a régi példabeszéd, hogy a kisfiú nagyon szerette az aranyembert, és megkérdezte a tanárnénét, hogy létezik-e senki szigete. Mire azt mondta a tanárnő, hogy léteznek a világon is olyanok, hogy senki szigete, csak senki nem tud elmenekülni önmaga elől. Tehát, hogy ez végső soron egy ilyen emberrel élete végéig vele marad, nem? Így van, de nem is cél kizárni, tehát egy terápiás folyamatban nem cél kizárni valami nehéz gyerekkori ártalmas tapasztalatot, vagy egy traumát, hanem az a cél, hogy az a megfelelő helyre tudjon kerülni, hogy arról megfelelő módon tudjon valaki gondolkodni. Tehát arra nincs ráhatásunk, hogy mi történt velünk, de arra van ráhatásunk, hogy azzal mit kezdünk, arról hogyan gondolkodunk, és itt viszont hatalmas utat lehet bejárni. Ez mit jelent, hogy hatalmas út? Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, vagy meg vagyok bénulva mondjuk a felnőttkori szexuális kapcsolataimban, vagy épp ellenkezőleg iszonyú sok párhuzamos partnerrel van szexuális kapcsolatom. Mind a kettő jellemző? Igen, vagy veszélyes szexuális helyzetekbe sodrom magam, mint hogy kompenzálom körülbelül azt, ami velem történt. Ugye a másik út, hogy minden ilyet elkerülök, nem tudom elfogadni, hogy hozzám érjenek, mert így küzdök meg. Ami lehet, hogy az élet egy bizonyos pontján hasznos megküzdés volt, de akkor, amikor szeretnék egy tartós, mély, intim felnőtt kapcsolatot fenntartani valakivel, akkor már nem az. Ezért kell vele dolgoznom, fel kell tárnom a fájdalmamat, találkoznom kell a fájdalmammal, fel kell szabadítanom magam a bűntudat alól, mert nagyon sok felnőttben élő kicsi gyerek még önmagát hibáztatja azért, ami történt. És amíg ez így van, hogy önmagunkat hibáztatjuk, addig ez ott ül velünk, ott van abban, ahogy a gyerekünkkel játszunk, vagy amikor megpróbálnánk táncolni. Tehát, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben gátolja meg, hogy valóban kapcsolódni tudjunk magunkhoz, meg az érzéseinkhez, és azért kell ezt átdolgozni, hogy képesek legyünk újra kapcsolódni azzal, akik vagyunk. Ez olyan szinten megjelenik, hogy nagyon sok túlélő számol be arról, hogy csak úgy bírta ki ezeket a szexuális, abuzív etapokat, hogy elképzelte, hogy ő nincs ott, diszociált a teste és a lelke. Tehát egyszerűen leválasztotta azt, ami a testével történik, arról, ami a fejébe van. Tehát ez egy túlélési technika, tudatosan Igen. előállítva? Igen, nem tudatosan előállítva, de egy túlélési uh-huh. technika, amivel a gyerek elérte, hogy kibírja ezt. Hogy valami történik a testemmel, azt éltem meg, hogy azzal valami történik, de én lélekben valami más csináltam. Csak ugye milyennek a hosszú távú következménye, hogy
tehát hogy felnőttként is mondjuk evészavaros lesz, mert nem érzi az éhséget például, vagy nem érzi, hogy vagy túlsúlyos lesz, mert nem érzi, hogy mondjuk a határait. Hol van a határa pontosan. És bocsánat, ez benyomódik bizonyos élethelyzetekben? Így van. Tehát ez nem egy konstans működési elv, hanem szélsőséges esetek meglétekor ez a működési elv, vagy ez a túlélési stratégia bekapcsol. Így van. Például kifejezetten egy ilyen érzékeny periódusa a gyermekszületés, a várandóság nőknél, de férfiaknál is, ahol akkora nagy az érzelmi stressz, hogy lehet, hogy egy elaltatott korábbi trauma felszínre fog kerülni, és kezdeni kell vele valamit, de lehet, hogy egy teljesen más életesemény lesz, tudod, az úgynevezett ilyen lövés vagy trigger, aminek a hatására elkezdi valaki megtapasztalni a korai traumának a következményeit. Érdekesek ebben is a statisztikák, mert azt mondják, hogy az áldozatok 25%-a nem tapasztal felnőttként hosszú távú következményt, súlyos hosszú távú következményt, de itt az is nagyon fontos, hogy lehet, hogy ez csak alszik, és arra vár, hogy jön majd egy ilyen trigger, aminek a hatására beindul. Lehet, hogy egy kicsit ilyen borúsra vettük ezt az interjút, de azért mondjuk el, hogy attól, mert valakivel akármilyen drasztikus nagy baj is történt gyerekkorában, szexuális abúzusról beszélünk most ebben a részben elsősorban, ez azért nem azt jelenti, hogy valakinek az élete determinált és menthetetlen a későbbiek során. Tehát van remény, de ehhez ugye terápia kell, ha jól sejtem. A komplex traumák sem determinálják, hogy az ember mennyire lehet majd elégedett, boldog a saját életében, hogy mennyire lesznek kielégítő emberi kapcsolatai. Csak meg kell érte dolgoznia, és ez nem mindig egyszerű. Érdemes segítséget kérnie hozzá, mert ahogy egy kapcsolatban sérülünk, egy kapcsolatban tudunk gyógyulni is. Ehhez lehet az egyik eszköz, például egy pszichoterápiás kapcsolat, amelyben újra azt tapasztalja meg egy személy, hogy én bízhatok a másikban, hogy ő nem fog elbánni velem, hogy én rábízhatom a titkaimat, és ő biztosítani fog róla, hogy az jó helyen van. És azáltal, hogy én ebben a kapcsolatban egy olyan mintát kapok, amiben végre nem kell azzal az ellentmondással foglalkozni, hogy engem az fog nagyon mélyen abuzálni, akiben én a legjobban bízok, ez már egy elképesztő átíró hatás, és ezért fantasztikus az agyunk, hogy annyira plasztikus, hogy erre igenis nagy hatással tud lenni az, hogy egy felnőtt kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy szeretnek minket. Egyébként egy párkapcsolat is lehet gyógyító. Természetesen sose erre használjunk egy kapcsolatot, de ha egy szeretetteljes, biztonságos emberhez tudunk elkezdeni kapcsolódni, és ő is így bánik velünk, az is gyógyítani fogja ezeket a sebeinket. Hát maradjunk ebben, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig egy rövid blokk erejéig dr. Makara Mihály ismertet meg bennünket kutatásának eredményeivel. A Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa, aki emellett az Egyesület a Gyermekek Egészséges Lelkivilágáért elnöke, azt vizsgálta, hogy a fiatalon elszenvedett traumák milyen hosszú távú következményekkel járnak, és mennyiben hozhatók összefüggésbe például a függőségek kialakulásával, vagy a veszélyes életvezetési gyakorlattal. El tudjuk mondani kettő mondatban, hogy az önök kutatása min alapszik, és milyen metodikát követett? A negatív gyermekkori élmények azok valóban szinte meghatározzák azt, hogy mik leszünk. Amikor egy betegem azt mondja, hogy takarítom. És kérdezem, hogy? Maga egyértelmes nő. Azt mondja, hogy apám, anyám megmondta, takarítónő lesz belőle lányom, és arra is alkalmatlan leszel. Megérkezik hozzám egy vénás kábítószeres takarítónő. Tulajdonképpen igazuk lett, arra is alkalmatlan lesz, igen, kábítószeres. Ilyenkor magamban mindig szoktam gratulálni a szülőknek, hogy milyen jól megjósolták a gyermekük sorsát, gratulálni az természetesen időzőjelben van. Tulajdonképpen azt váltjuk valóra, ami gyerekkorunkban belénk programozódott? Pontosan. Akivel az önbizalmat programozták be, bocsánat, mint belém, talán túlságosan is, az megvalósítja az álmait, az mer álmodni,
és megmeri azokat valósítani. Az nem depressziós szorong, fél mindentől, szégyen érzett, stb. A siker, van akiben a sikertelenség, az a hülye vagy fiam, akkor egy 5 éves gyerek még nem tudja, hogy ő nem hülye. Engem nyugodtan le lehet hülyezni, akár ön is nyugodtan lehülyezhet, tudom, hogy nem vagyok az, tudom, hogy elértem eredményeket. És ez valahol, emlékszem, tinédzser koromban alakult ki bennem. Ez egy név nélküli, kérdéves felmérés, amely tartalmazza a negatív gyermekkori élmények feletti féle 10 kérdést. Eredetileg tartalmazza, most már azt kihagytuk, mert az WHO által alkalmazott 31 kérdés, amiben benne van ez a 10 kérdés kibővítve, azt használjuk alapként, és utána nagyon sok mindenre rákérdezünk az életben. Az alvászavarra, a párkapcsolatokra, az öngyilkosságokra, a nem öngyilkosságú szándékú önsértésekre, amikor falcolja magát valaki, rákérdezzük az alkoholfogyasztásra, drogfogyasztásra és így tovább. Összefoglalólag minden negatív kimenettel úgy nő, ahogy a negatív gyermekkori élmények száma növekszik. Egészen megdöbbentő adat, hogy például önök mérése nyomán 50 szerhasználóból pusztán egyetlen egyet találtak, akit nem ért bántalmazás gyerekkorában. Vagy legalábbis nem lehetett bizonyítani. Aki az önkitöltő teszten azt írta, hogy nem az összes kérdésre. Van olyan, hogy 12,2-szerese volt az öngyilkosság elkövetésének a szorzója, ha valaki 4 faktorban volt érintett. Ezek a valószínűség hányadosok? Hányszoros valószínűséggel lesz? A legnagyobb, amivel találkoztam, az 65-szörös volt, ami azt jelenti, hogy 6500%-kal nagyobb az esélye annak, hogy valaki öngyilkos legyen. Ha összehozza ezeket a különböző faktorokat a teszt során, tehát azt mondja, hogy engem ért, nem tudom én, ilyen bántalmazás, verekedtek a szüleim, alkoholista volt, elhagytak, ez folyamatosan egy koeficiens alapján szorzódik össze, és így jön ki a 6500, csak hogy jól értsem. Okay. Ezek a számok úgy jönnek ki, hogy vannak a nulla ésszel rendelkezők, azaz egyetlen negatív, súlyos negatív gyermekkori élmény nem érte, és vannak azok, akik 4, vagy 6, vagy annál több súlyos negatív gyermekkori élmény érte. Ami számolt 65-szörös, az azokban mértük a nullához képest, aki 6 vagy annál több súlyos negatív gyermekkori élménnyel rendelkezik. Lehet, hogy célszerű hallgatók számára elmondani a súlyos negatív élményeket. 1. érzelmi bántalmazás, 2. fizikai bántalmazás, 3. szexuális bántalmazás, 4. érzelmi elhanyagolás, 5. fizikai elhanyagolás, nem volt eleget ennél kapni, vagy koszos ruhákba kellett, hogy járjon. Ezek a közvetlen. Van 5 a családra vonatkozóan, elváltak a szülei verték egymást, a családban előfordult kábítószerélvező vagy alkoholista, előfordult depressziós vagy elmebeteg, és volt-e valaki börtönben. Ezek a családi tényezők. És van 3 darab a környezetre vonatkozóan, a közösségi erőszak, amikor katonák verték vagy rendőrök ott a szomszédba valakit, a szomszédba verekedtek közösségi erőszak, és az utolsó pedig a bullying, a gyermekek egymás közötti kegyetlenkedése. Ez így áll össze a 13 pont, amikből az összes igen válasz 1 pontot jelent. 0-át tehát azt kap, aki mindegyik kérdésre azt mondja, hogy nem volt ilyen, és 13-at azt kap, hogy mindegyik kérdés kategóriában, valamelyik kérdésre a kategórián belül azt mondja, hogy igen. A szexuális abúzus, kiskorban elkövetett szexuális abúzus, az egy nagyon fontos, csúnya szóval élek, koeficiens ezen számok során? Az egyik legfontosabb. A másik legfontosabb az az érzelmi elhanyagolás. Tehát ezt mindig egy valamire tudjuk vizsgálni, például depresszióra, vagy öngyilkosságra, vagy szerhasználatra, vagy alkoholra. Szinte mindegyikben ez a 2 kiemelkedik. Furcsa módon az érzelmi elhanyagolás az rosszabb, mint a fizikai bántalmazás. Ugye mind a 2 gyermekkori lelki traumát okoz. Az elhanyagolás az annyit jelent, hogy a gyerek nem kap figyelmet, érzéketlenek vele a szülők? Hogy senki nem törődött azzal, hogy mit csinál,
nem tudták, vagy a finneknek az a kérdés, hogy tudták-e, hogy ön hol van szombat este? Ez egy másik kérdéskör, amit a finnek alkalmaz, bocsánat, az izlandiak alkalmaznak. Ott az van, hogy nem tudták, hogy hol van szombat este. Itt úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy senki nem törődött vele, senki nem szerette, senki nem figyelt oda rá. A kutatás alapján jutottak-e bármilyen egyértelmű és cáfolhatatlan eredménye arra nézvést, hogy aki kiskorában szexuális abúzust kellett, hogy elszenvedjen, annak ilyen értelemben miben kell később szembesülnie? Mennyire határozza meg a sorsát? Külön, tehát ezek összetett kérdések. Mindegyikben azt találtuk, hogy igen, a szexuális bántalmazás az nagy mértékben befolyásolja szinte bármelyik negatív kimenetelt. A negatív kimenetel alatt mit értünk? Szerhasználatot, öngyilkosságot? Mindegyiket, ilyet, alvászavart, pszichés eltéréseket, személyiségzavarokat, pszichoszomatikus eltéréseket. És furcsa módon azt találtuk például, hogy mind a mesterséges terhesség megszakítás, mind pedig a természetes vetélés gyakoribb azoknál az embereknél, akik gyermekkorban bántalmazott emberek. Az elsőt még jobban értem. Ugye, ha valaki felelőtlen életmódot folytat, nem tartja értékesnek önmagát, bemegy olyan helyre, elmegy olyan helyekre, ahova egy magát értékesnek tartó ember nem megy oda, mert féltem az életemet. Ezek az emberek öngyilkosak akarnak lenni. Miért ne benne be oda? Ott éri valami, nem kíván terhesség, világos terhesség megszakítás. Kapcsolati problémáik vannak, terhesség megszakítás. De hogy a természetes terhesség megszakadás, tehát amikor elmegy a baba, az miért válik 6%-ról 26%-os gyakoriságúvá? Tehát azokban, akiknél 6 vagy annál több negatív gyermekkori élmény van, azoknak a nőknek a 26%-ra arról számol be, hogy volt már a spontán vetélése. Ennek fizikai okai vannak? Fizikai és lelki is, hormonális is, tehát ugye bennük a stressz hormonok dühöngenek, egy krónikus stresszben élnek. Biztos, hogy benne van életmód kérdés, rosszabbul étkeznek, szegényebbek, és itt tovább. Biztos, hogy vannak lelki okai. Tehát az általam kidolgozott mondás szerint minden sejtünk partját ugyanaz a vér mossa. Minden sejtünk partját, és ez a vér megy áttételeken keresztül, mert a magzatnak saját vérkeringése van, de ebben a vérben lévő anyagok, amelyeket a sejtjeink kibocsátanak, hormonok, stb., mennek át az újszülöttbe. És az, hogy az újszülött megmaradjon, abban benne van az immunológia, benne van a vérellátás, benne van egy csomó tényező. Hogy ezekből melyik a döntő, nem tudom. Nagyon sok olyan ember van, akik nem szeretnék, hogy olyan sorsuk legyen, mint az övé. Hogy ezt mennyire tudat nélkül is át tudja adni, és azt mondja, hogy végül is elvetél, ezt nagyon nehéz megmondani. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy az embereket, természetesen elsősorban a nőket, a gyermekszülés előtt, a megfogantatás előtt már meggyógyítsuk lelkileg. Egyéb esetben az átvitel, a transzgenerációs átvitel a következő generációra, annak sajnos nagy esélyei vannak. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Dr. Makara Mihály után következik Berkesi Zsuzsa gimnáziumi francia tanár, aki 10 évvel ezelőtt előbb álnéven írt egy könyvet saját gyermekkori bántalmazásáról, majd megalapította a Beszélj róla mozgalmat, ahol mindenki szabadon és anonim módon mesélheti el a saját történetét. Később már saját néven írta meg a Jó leszek című regényét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy véletlennek köszönhetően derült ki az ön számára, hogy önnel pontosan mi történt? Hát amennyiben vannak véletlenek, akkor igen, azt hiszem, hogy nem a véletlenem múlt, de
mégis mondhatjuk, hogy véletlen volt, a kisebbik lányomat vittem pszichológushoz, és eszembe nem jutott egyrészt, hogy velem bármi probléma lenne, és eszembe nem jutott, hogy az ő problémája az tulajdonképpen az én problémám. Lehet tudni, hogy mi volt az ő problémája? Nagyon szorongott, és az óvodába nem lehetett egy idő után bevinni, tehát nem az első éve volt az óvodának, hanem a második, és akkor egyszer csak úgy döntött, hogy ő többet nem megy, és akkor elkezdett mindig zokogni, meg hányt, meg nem tudom micsoda, és akkor teljesen tehetetlen voltam a problémával szemben, és akkor egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem segítséget kell kérnem, és így jutottunk el egy pszichológushoz, aki először vele foglalkozott, illetve hát ahogy ilyenkor az lenni szokott, először a szülőket interjúvolta, és akkor beszélgettünk, utána a gyerek ment X alkalommal, majd megint leült velünk, és ő Györfi Anna volt, és mondta, hogy hát a gyereknek semmi baj az égvilágon, egyébként az első alkalom után már vissza tudtuk vinni az óvodába, és hogy viszont akkor velem egy kicsit szívesen beszélgetne. Na akkor mi jutott eszébe? Semmi. Azt gondoltam, hogy ma jól megbeszéljük a gyereknevelés csínyát, bínyát. Tényleg, őszintén mondom, hogy semmi másra nem gondoltam, tehát azt hittem, hogy erről fogunk beszélgetni, és hát ezzel is kezdtünk, aztán szép lassan belebonyolódtunk, jött a Rorschach-teszt, stb., és akkor valami számomra a mai napig megmagyarázhatatlan okból mondtam neki, hogy én amúgy abúzus áldozata vagyok. Mondtam ezt úgy, hogy én erre nem gondoltam évtizedeken át, és... Korábban kimondta ezt már valaha? Bárkinek. Neki bizonyára nem is használtam ezt a szót, tehát nem így mondtam neki, és nem tudom, hogy miért tartottam olyan fontosnak, hogy ezt elmondjam. Nyilván valami belső késztetés volt ez. Eszembe nem jutott, hogy ennek jelentősége lenne. Már mondom, mi önnel történt? Igen, mondom ezt, és közben pedig azt gondolom, hogy nyilván eszembe jutott, hiszen akkor nem mondtam volna. Sok minden ki is törlődött az ön emlékezetében? Eladdik? Nagyon, nagyon sok minden kitörlődött az emlékezetemből, és nagyon sok minden nem is jött elő. Azóta sem. A terápia során, nem? Mennyi mondható el, hogy mi történt önnel pontosan? El tudom mondani, 6 éves voltam, amikor az unokatestvérem, aki 6 évvel volt idősebb nálam, ő abuzált engem, tehát azért nagyon kacifántos a történet, mert gyakorlatilag mind a ketten gyerekek voltunk, tehát én voltam 6, ő 12. És azt tudom, egész pontosan tudom, hogy 6 éves voltam, amikor elkezdődött, mert tudom mihez kötni, helyszínekből, meg mindenféléből ez egészen biztos, de fogalmam nincs, hogy meddig tartott. Tehát nem tudom, hogy 1 év, 2 év, 3 év, 4 év, fogalmam sincs, és most már ez azt hiszem így is marad. Pedig azért az érdekes, lássuk be, úgy kívülről, hogy az ember nem tudja, hogy ez 10 évesen ért véget, vagy 6,5 évesen. Igazából azt hiszem, hogy nincs jelentősége. Mint ahogy annak sincs jelentősége, hogy meddig ment el ez a dolog. Mert hogy folyamatként. Hogy folyamatként meddig ment el a dolog, mert az én fejemben elment a végletekig. Tehát, hogy én akkor azt gondoltam, hogy elvesztettem a szüzességemet, és igazából nincs jelentősége, hogy valóságban ez megtörtént-e. Tehát emlékképek vannak a fejemben. De itt tetleges abúzusról beszélünk, így ugye? Így van, persze. Tehát itt nem ráutaló magatartás történt, nem szavakat használt, nem szexuális légkör alakult hanem tevőlegesen. Abszolút, így van. És folytatólagosan követte el, tehát nem egyszeri volt, hanem nem az egész egyszeri biztos. Volt, csak azt nem tudom megmondani, hogy mennyi ideig tartott. Ez a 12 éves fiú mennyire volt tudatában annak, hogy mit csinál? Inkább azt mondanám, hogy magatartászavaros gyerek volt. Magatartászavaros gyerek volt, aki ön szerint tudta, hogy mi történt?
egészen biztos, hogy tudta, hogy mi történt, és tehát azért, amikor egy 6 éves gyereket egy 12 éves mellé képzelünk, akkor azért az egy tetemes korkülönbség, és ő pontosan tudta, hogy mit csinál, persze. Ön szerint miért csinálta? Ez pluszán örömszerzés volt, vagy valami hatalmi játék is volt-e mögött? Ez olyan érdekes, hogy én nem szeretek átmenni a másik oldalra, tehát nehezemre is esik, és nem is akarok a másik fejével gondolkodni. Ezt a szakemberek szokták elemezgetni, hogy mi késztet valakit abúzusra, és szóval sokkal inkább nem az örömszerzés, hanem inkább a hatalom, a birtoklás, sokkal inkább ilyen szokta őket motiválni. Önök valaha ezt tisztázták? Soha. Ön nem akarta? Én nem akartam. Tehát utána valamikor véget ért, mondjuk úgy gondolom, hogy 10 éves koromra már biztos, hogy véget ért. Az abúzus, nem tudom, hogy így a pszichológus miket mondott el róla, de hogy azt kell róla tudni, hogy ez egy ilyen többször becsapódó bomba. Tehát, hogy van, amikor történik, és azt gondolom, hogy a legkevésbé akkor nehéz, amikor történik. Tehát nekem nincsen arról emlékem, sem fájdalomról, sem ellenkezésről, semmilyenről nincsen emlékem. Tehát sokkal inkább egy végre valami történik velem, valakit érdeklek, valami izgalmas. Így marad meg maga a trauma? Tehát nekem ilyen volt ez a trauma, ezért is nagyon nehéz egyébként az abúzus, mert hogy a kisgyerek az nem tudja, hogy vele mi történik, tehát azt tudja, hogy valaki kitünteti őt a figyelmével, foglalkozik vele egy felnőtt, mert nekem ő felnőtt volt, partnerként kezeli, tehát hogy amikor történik, akkor ezzel a kisgyerek egyáltalán nincsen tisztában, kivéve, hogyha erőszakot alkalmaznak, amire sokkal ritkábban kerül sor, mert... Itt nem történt erőszak, ugye? Itt semmiféle erőszak nem történt, sokkal könnyebb lett volna, ha erőszak történik. Milyen értelemben könnyebb? Azért könnyebb, mert akkor a gyerek nem vádolja önmagát utána. Tehát akkor folyamatos volt a bűntudat és a... Szerintem minden abuzált gyerekben folyamatos az öntudat, vagy a bűntudat. Tehát utána persze a szégyenérzet, hogyha nincs erőszak, akkor azt gondolja, hogy ő egy cinkos társ volt ebben. Ezt nem mondja el, mint ahogy én sem mondtam el, és akkor egy ilyen örök lelkiismeret furdalás alakul ki. Nem mondja el, amikor történt, aztán később meg már azért nem mondja el, mert mégsem mondhatja el utólag, és minél többet vár, annál nehezebb lesz elmondani, és annál kevésbé tudja elmondani. Én még mindig haragszom rá, én nem nagyon hiszek a megbocsátásban. Tudom, hogy van, akinek ez fontos. Számomra nem is fontos, én igazából így megpróbálom távol tartani magamtól az ő emlékét, mert hogy meghalt. Nagyon nehéz nekem az, hogy az édesanyja, akit én szeretek, ő még él, és hogy neki ő volt a fia, tehát hogy nem akarom az emlékét beszennyezni, szóval hogy ez egy nagyon, nagyon bonyolult ügy. A környezete, nagyszülei, szülei, tanárai, barátai. Bármit észrevehettek akkor? Nem nagyon vehettek észre. Persze, hogyha tehát azt gondolom, hogy manapság egy szülő már észre tudja venni, mert már elég sokat beszéltünk erről a témáról, és elmondtuk, hogy milyen jelei lehetnek ennek. De nagyon nehéz észrevenni, mert egy abuzált gyerek mindent elkövet azért, hogy ne lehessen rajta észrevenni. Ön miket követett el? Én látszólag egy nagyon felszabadult, vicces, virgonc
kislány voltam. Kvázi egy ilyen csúnyaszó éve maskarát öltött magára? Nem csúnyaszót, abszolút maskarát öltöttem magamra, és belül meg valami egészen más volt. Elmondja, hogy ezt miért csinálta? Azért nem csak én csinálom, tehát hogy ezek nagyon egyformán alakulnak ezek a történetek. Azért csinálja a gyerek, mert fél a lelepleződéstől, hiszen ő elkövetett egy nagyon nagy bűnt. Tehát a gyerek fejében ez van, és ezért nagyon nehéz, és ezért nehéz megtalálni az áldozatokat, mert hogy a legkisebb közeledésre, a legkisebb gyanúsítgatásra az áldozat el fog szaladni. Tehát amíg ő nem megy magától, addig nagyon nehéz őt megtalálni, mert retteg a lelepleződéstől. Tehát, hogy ez az állandó bűntudat, ez mindig ott lesz, vagy nagyon sokáig ott lesz. Elmúlhat ez? El. Tehát ez a nagyon jó hírem, és ezért is igazából nehezemre volt most eljönni ebbe a műsorba, mert ez volt az első felkérés, aminél azt éreztem, hogy nem akarok már erről én nagyon beszélni, mert nagyon eltávolodtam ettől a problémától. És akkor arra gondoltam, hogy pont ezért kell eljöjjek, mert azért ez mégiscsak reménykeltő, hogy ilyen van. Nem gondoltam, hogy ez egyszer be fog következni. Hogy távol tudja tartani magától? Hogy úgy érzem, hogy most már nem azonosulok ezzel a szereppel, és hogy számtalan más dolog van az életemben, és... Na ez milyen fontos mondat, bocsánat, hogy azt mondja, hogy korábban ezt nem hitte volna. Nem, tényleg nem ez hittem volna. Ez olyan, mint egy hátizsák, amit egyszer, ha nem is tudtam levenni a hátamról, de már csak a kezembe lóbálom. Tehát már nem nyomaszt a hátamot. Hát már tudom, hogy van az a hátizsák, és hogy a helyén kezelem most már, és... igazából azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy tényleg túl vagyok rajta. Na most azért, ha belegondolunk, hogy 53 éves vagyok, és ez 6 éves koromban történt, akkor azért ez egy jó kis út volt, de... De későn is ment terápiába, ezt tegyük hozzá. Igen, de ez az általános. Az, hogy én későn jutottam el terápiába, az egyáltalán nem egyedi, és tudok olyanról, aki 50-60 éves korában jutott el terápiába. Ha tudna bármilyen, tudom, nehéz kérdés, jelzőrendszerről beszámolni, nevezetesen, hogy a külvilág, a mikrokörnyezet, a barátok, a kollégák mi alapján vehetik észre az áldozatnál, hogy itt valami történhet egy gyerekkorába, ha még ő maga se tudja. Lehet, hogy nagyon sarkította példa, egyszer azt mondta nekem egy énekesnő, hogy ha nagyon vidám, csupaderű és elementáris lánynal találkozol, kezdj el gyanakodni. Ezzel én nagyon egyet tudok érteni, tehát feltűnően boldognak látszanak azok, akik valamit leplezni akarnak. Nem biztos egyébként, hogy csak a környezetüknek játsszák ezt el, lehet, hogy maguknak is, lehet, hogy ez egy túlélési mód is. Én azt hiszem, hogy ez nagyon igaz. Tehát, hogyha valaki túlzottan jókedvű, túl nagy szájú, tehát ugye az ember automatikusan azt gondolná, hogy akkor egy depressziós gyereket kell keresni, vagy aki egyfolytában... És hogyha panaszkodik is egy ilyen gyerek, akkor nem lelki bajokra fog panaszkodni, hanem hogy fáj a hasa, vagy fáj az ez, fáj az az. Tehát, hogy soha nem fogja azt mondani, hogy neki igazából mi a baja. De ha jól sejtem, ez nem csak a gyerekekre érvényes, azért ez egy felnőttkori sajátosság is, hogy egy traumatizált, vagy abúzusan áttesett fiatal lány, vagy felnőtt lány ugyanezt a mintát követi, és ez a csupa derű, ő inkább erre értette, és példa erre vonatkozott, hogy felnőtt korában is ez lesz az ő meghatározó magatartásforma. Nem csak felnőtt korában, tehát szerintem kamasz korában igen. is, aztán a szexualitáshoz való viszony azért az is sokat el tud árulni. Bocsánat, tehát, aztán majd szól, hogyha ezek már nagyon intim kérdések, de az ön esetében például ez nyomot hagyott? Az én esetemben olyan nyomot hagyott, hogy kicsit könnyen mentem bele kapcsolatokba. Legalábbis az én mércémmel, vagy az én mércémhez képest, aztán tudom, hogy másoknak más a sok. Ön ma már
Igen. Így, hogy gondolkodott is ezen, meg terápiában is megdolgoztam, mindez. Az okát tudja, hogy az ember szeretetet akar, valami formanyelvet talál mindenre, elismerésre vágyik, kapcsolódni akar nagyon. Ugye a köznyelv az azt mondja az abuzált áldozatokról, hogy megrontották. És a mai napig is használja ezt a sajtó, ezt a szót, ahol tudom, én mindig szóvá teszem, de nem képesek róla leszokni, hogy megrontottak valakit. És ez azért nagyon fáj, mert hogy valóban így érzi az áldozat, hogy őt megrontották. És hogyha az ember már úgy érzi, hogy ő rossz, akkor legyen rossz. És akkor azonosul ezzel a rosszasággal. Nem tudom, hogy így érthető-e. Abszolút. Tudatában van menet közben ő, hogy valami ellen cselekszik? Vagy egész egyszerűen ez egy nagyon természetes működési mód akkor? Hát nem tudom, mennyire van tudatában, meg hát azért ez így egy idő után azért rendszerint depresszióba torkollik egy ilyen traumás előélet, és akkor az elől is valahogy menekülni kell. Tehát ezek ilyen megküzdési módok, azt gondolom. A párkapcsolati élete, és most nem a szexualitásra gondolok elsősorban, ott például ezt tetten élető volt? Mondok példákat. Könnyen kötődött, meghatározott séma szerint választott embereket, mármint partnereket. Könnyen volt szerelmes, vagy épp kerülte az igazán mély személyes kitárulkozás? Hát én azt hiszem, én így a szerelembe voltam szerelmes leginkább, tehát azért mentem kapcsolatról kapcsolatra, és erősen társfüggő voltam. Tehát azt gondoltam, hogy amíg valaki elvisel maga mellett, addig talán mégse vagyok én olyan rossz. Azt hiszem, hogy ez volt neki a mechanikája. Meg hogy talán, hogyha az ember folyamatosan kapja visszajelzést, hogy szerethető, ő maga is egy picit jobban elhiszi, hogy szerethető. Igen, ezt akarja hinni. Igen, így van. És akkor... De valódi mély kapcsolódásra képes volt? Képes voltam, igen, azt hiszem, hogy képes voltam. De mondjuk nem meggondoltam, választottam. És mert akartam, hogy legyen egy új kapcsolat. Mindig az volt fontos, hogy új legyen? Nem az volt fontos, hogy új legyen, hanem hogy legyen. És amikor véget ért, akkor jött a kétségbeesés, és akkor gyorsan kellett találni valaki újat. Azt elmeséli, hogy a férje. Igen. Mennyiben volt másabb? Az már ugye nem történhetett a terápia előtt, tehát egy önmunkának köszönhetően állt be egy egészséges működésű kapcsolat. A férjemet nagyon régóta ismerem. Gimnáziumi osztálytársak voltunk. Legjobb barátok voltunk mindig is. És nagyon szerettük egymást mindig, de barátként, és akkor egyszer így rádöbbentem, hogy ez az élet, ez nem mehet így tovább, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk együtt. Ez tulajdonképpen egy ilyen racionális döntés volt? Hát racionális döntés is volt. Mit érzett az addigi életének a problémájaként? Azt érezte, hogy ez nem vezet sehova, vagy ön nem érezte jól magát ebben? Hát azt gondoltam, hogy szeretnék végre egy stabil kapcsolatot, valakit, akiben megbízhatok. Könnyen elmondta neki, hogy mi történt? Nem. Ő is akkor szembesült ezzel, amikor a pszichológus hölgy... Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert amikor én jártam a terápiába, akkor... Közben folyamatosan azt kattog az agyamban egyébként, hogy én tanár vagyok, és hogy mi az, ami... Tehát, hogy azért ez nekem nem könnyű. Világos. Annyit mond el, amit gondol. Szóval azért kacifántos történet ez, mert hogy én amikor jártam a terápiába,
akkor a férjem is meg volt róla győződve, hogy hát így a gyereknevelésről beszélünk, stb., az én gyerekkoromról, nem tudom micsoda, de hát, hogy így, és akkor én így célozgattam neki, hogy de hát van itt még más is, és iszonyatosan rákészültem, hogy elmondjam neki, és nagyon, nagyon féltem, hogy fog erre reagálni, meg szóval egyáltalán akkor még nagyon nehezen beszéltem erről bárkinek is. Azt elmondja, hogy mitől félt? Elveszíti, a szégyen, tehát ez a szégyen még mindig, tehát igen. És akkor nagy nehezen kibögtem neki, mire mondta, hogy de hát ezt már mondtad. És olybá tűnik, hogy én ezt valahogy megemlítettem neki még a kapcsolatunk elején, és semmilyen emlékem nem volt róla. Tehát ilyenkor az ember lehet, hogy kicsit közölni is akarja, amennyire el akarja nyomni. Nem tudom, de nagyon furcsa, hogy nem emlékeztem rá. De hát azért is nem emlékeztem rá, mert hát nem lett kibeszélve, tehát hogy oké, ez ott lebegett egy információ szintjén, de nem beszéltünk róla aztán. Kérdeztem az önt megelőző szakembertől is, de egy partner hogy jár el ön szerint helyesen? Nagy-nagy türelemmel, elfogadással, megértéssel, empátiával, ezt értem. De mit ne kövessen el? Mi a kulcs? Én nem olyan régen írtam egy könyvet ebben a témában, tehát én eddig két könyvem jelent meg, az egyik a bűn vagy bűnhődés, de aztán írtam egy másfél évet talán a Jó leszek című regényemet, ami már többé, kevésbé fikció, de ez a témája. És ezt direkt azért írtam meg, mert egy kicsit kézikönyvnek szerettem volna, hogy azok az emberek, akik nem értik ezt az egész jelenséget, azok megérthessék, hogy mi az, amit nem szabad mondani, és mi az, amit meg mindenképpen mondani kell. És tehát a legnagyobb bajt, az, hát ugye nyilván a legnagyobb bajt az okozza, hogyha nem hisznek valakinek. A másik nagyon nagy baj, hogyha azt mondják, hogy miért nem szóltál. Amit nem gonoszságból mondanak, vagy kérdeznek. Már hogy kislányként miért nem szóltál? Igen, miért nem szóltál, vagy nem csak kislányként, később miért nem szóltál, miért csak most mondod el. De hát közben az áldozat maga is ezen gyötrődik, hogy miért nem szóltam, mert hogyha akkor szóltam volna, akkor minden másképp alakult volna. Tehát ez az, amit soha nem szabad mondani. Én azt gondolom, hogy nem szabad megkérdőjelezni azt, amit az áldozat mond, mert mégis miért találna ki valaki ilyet. Valahol Kanadában csináltak erről egy felmérést, és hogy valami minimális százalékban van olyan, hogy valaki konfabulál, és kitalálja azt, hogy ilyenek történtek vele. Tehát addig kell beszéljen, amíg ki nem ürül az a bugyor. És akkor még lehet, hogy még mindig akar beszélni róla. Szerintem az abúzus áldozatainak sokkal kevésbé a környezetükkel van bajuk, mint saját magukkal. Tehát tehát az önvád, tehát az, ami megkeseríti az ember életét, és persze ez nem úgy néz ki, hogy akkor én még 20 évesen is ostoroztam magam, hogy miért csináltam ezt vagy azt, de iszonyatosan könnyen meg lehet mozdítani az én lelkiismeretemet, és nagyon könnyen lelkiismeretfurdalásom lesz, és nagyon könnyen érzem magam bűnösnek. Azt hiszem, hogy ez még mindig megvan egyébként. Írtam egy könyvet saját néven, méghozzá úgy, hogy mellé raktam az álnevemet is, tehát, hogy mind a két név rajta van. Felszabadító volt? Nagyon. És ez nagyon felszabadító volt, hogy végre vége ennek a bujkálásnak, mert amikor megjelent a könyv álnéven, akkor tehát, hogy így
Érdekes, hogy egész eddig ezt a kulcs szót nem is ejtettem ki a számon, de a titok az, ami megnyomorítja a gyereket, tehát hogy neki van egy saját titka. Tehát ami az elején még izgalmas volt, mert a kisgyerekek szeretik a titkot, tehát én boldogan meséltem a nagymamámnak, hogy én most már mindjárt férjhez megyek, és mindjárt gyerekem lesz. Tehát egy 6 éves gyerekről beszélünk. 6 évesen ezt mondta a nagymamájának? Igen. És a nagymamája nem fogott gyanút? Nem, sajnos. Mondta, hogy 6 éves gyerekek nem szoktak férhez menni, és nem szoktak szülni. Igen. Tehát azért ő volt az egyetlen, akinek mondtam bármi ilyet is, de hát kisgyerekek szoktak olyat is mondani, hogy férhez megyek az apukámhoz, meg tehát, hogy... Azért ön ilyet hallana, akár nagymamaként, akár szülőként, azért gyanút fogna, nem? Jó, hát nekem azért erre speciális antennáim vannak, de nem biztos, hogy gyanút fognék. Tehát mondok egy példát, csak azért, hogy ne vádolja magát mindenki, aki nem veszi észre, hogy ilyen történik a környezetében. A kisebbik lányom járt egy általános iskolába, ahol volt egy edző, mondjuk így, aki portás is volt, meg egy kicsit ilyen mindent is csinált, és imádták őt a gyerekek, és mi is imádtuk őt, istenítettük őt, és csak azért nem járt hozzá a lányunk edzésre, mert nem volt kedve zsonglőrködni, és aztán kiderült, hogy nem tudom hány gyereket abuzált az iskolában, tehát hogy nagyon nehéz ezeket észrevenni. Elmondja ezt nekünk, talán kicsit reményt is keltve a hallgatókba és a nézőkbe, mert tulajdonképpen ez a műsor végső soron azért készül, hogy nincs veszve semmi. Hogy min megy keresztül a terápia során az önváttól a valamilyen szintű felszabadulásig az áldozat. Mi kerül le és miképp? Mi transformálódik át a fejében azáltal, hogy ezt egy szakember segítségével speciális és célra vezető módon megdolgozza? Hát ami nagyon nagy könnyebbséget hoz a terápiában, ami amúgy nagyon nehéz, tehát egy ilyen feltáró terápia azért az nagyon, nagyon fájdalmas, és nagyon sok hullámvasút van benne, de hogyha sikerül egy jó szakembert találni, akkor az nagyon felszabadító, hogy ezen a titkon már nem kell, tehát már ketten osztozunk, hogy van valaki, aki meghallgat, van valaki, akinek el tudom mondani, kvázi bepótolva azt, amit elmulasztottam gyerekként. És hogy van egy olyan tér, ahol én ezt annyiszor mondom el, ahányszor csak akarom, és addig mondom, ameddig csak akarom, és olyan részleteket is elmondhatok, amit másnak soha nem mondanék el, és van valaki, aki megért, és végigkísér ezen az úton, és szóval én nagy terápia hívő vagyok. Tud is mondani egy még ránk tartozó mintát, amit sikerült megtörnie a terápiának köszönhetően? Tehát, hogy hosszú-hosszú ideig valamire meghatározott módon reagált, értelemszerűen, köszönhetően a múltjában történteknek, és ma már mindezt felül tudja írni. Hát nekem a legeklatánsabb az a gyereknevelés szintjén volt, tehát hogy így megtanultam a gyerek szorongását az én szorongásaimtól külön választani. Nem mertem megkérdezni, de akkor tulajdonképpen az ő szorongása, amiért végül is elvitte, az ön szorongásából fakad. Természetesen, tehát hogy ezt nyugodtan meg lehet kérdezni, én ezt el is mondom, tehát hogy amikor, tehát nem véletlen az, hogy ő körülbelül annyi idős volt, amikor ez az egész kibukott, mint én, amikor velem történt az abúzós. Azért ez vérfagyasztó, egy külső szemlélőként. Tehát, hogy van egy anyuka, aki mindenkinél jobban szereti a gyerekeit, nincs is tisztában azzal, hogy vele pontosan mi történt, de amikor elér abba a korba, mint amikor történt vele a baj, valami olyan szorongás és bizonytalanság lesz rajta urrá, hogy azt a kisgyerek, semmit nem tudva az egészről, lévén, hogy az édesanyja se tudja, ezt kibontakoztatja így vagy úgy. Igen, ez egy nagyon gyakori séma egyébként, és azt hiszem, hogy más traumák is tudnak ilyet előidézni. De azt mondja, hogy ott például sikerült a mintát megtörnie. Igen. Tehát
tudja a saját vélt vagy valós szorongásaitól a gyereket elhatárolni? Tehát nem tudja rásugározni? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát az elején nagyon nehéz volt, tehát nagyon tudatosan kellett csinálnom dolgokat, és azért is volt nehéz, mert én sok mindenben bizonytalan voltam, meg sok szempontból kételkedtem magamban, de mondjuk azt gondoltam, hogy én vagyok a világ legjobb anyukája. És akkor ezzel szembesülni, hogy hát mégis vannak dolgok, amiket nem csinálok jól, és amiket másképp kell csinálni, mert különben baj lesz. Ez nem volt könnyű az elején, és egy csomó mindent, amit addig zsigerből csináltam, azt ilyen nagyon tudatosan kellett csinálni. A gyerekei, mikor mindezt megtudták, az felszabadító volt? Az nagyon felszabadító volt. Tehát azt hiszem, hogy az életemnek az egyik legfontosabb lépése volt, amikor ezt ők így, hát tulajdonképpen nem egy pillanat volt ez, hanem ilyen apránként tudták meg, mert nyilván nem lehetett ezt bizonyos életkorokban rájuk szabadítani, de az, hogy ők ezzel tisztában vannak, hogy nem kell ezt rejtegetnem, hogy lehet róla akár beszélni is, ez nagyon felszabadító volt számomra. Mondja, ez utolsó kérdésem. Volt olyan pillanat, amikor abból a perspektívából úgy tűnt, hogy önnek talán még ön se hitte igazán, nem lesz majd rendezett családi élete. Az, ami most van, és ahol most tart, az olyan elképzelhetetlennek tűnt. És ahhoz képest visszanézni ma arra, hogy milyen reménytelen volt sokszor, az azért ámulatba ejtő, nem? Ámulatba ejtő, és azért is vagyok nagyon hálás azért, hogy eljöhettem, vagy hogy meghívtak ebbe a műsorba, mert ez kellett ahhoz, hogy én erre most rádöbbenjek. Tehát amikor a Jó leszek megjelent, akkor még nagyon sok interjút adtam, és ugyan én szerettem volna, hogyha könyvről beszélünk, de hát persze mindenki az én történetemet akarta megtudni, és ez volt egy olyan másfél éve, és akkor nagyon sok interjút adtam, és azóta nem. És rájöttem, hogy jé, ezt így valahol én így letettem útközben. És hát remélem, hogy így marad. Nem vagyok benne biztos, de a remény hal meg utoljára. Én szívből kívánom, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen. És köszönjük, hogy megtisztelt a bizalmával.